A Kondorosi Petőfi István Általános Iskola 7. osztályos tanulói március 15-én koszorút helyeztek el a Segesvár melletti Fehéregyházán található Petőfi emlékszobornál. A kapcsolat a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és az iskola között immár 5 éve tart. Az ünnepi megemlékezésen a Petőfi fivérek szellemi örökösei találkozhattak. A program a Bethlen Gábor alap által bonyolított Határtalanul című projekt keretében valósulhatott meg. Talán kevesen tudják, hogy az István öcsémhez írt Petőfi vers ahhoz a Petőfi Istvánhoz szólt, aki a történelmi Magyarország közepén található Szarvashoz tartozó Kondoros pusztán a Geiszt uradalom intézőjeként szolgált. Egyik kezdeményezője volt a kétszer is elpusztított Kondoros 1875-ös újratelepítésének, és ő volt a falu első pénztárnoka is. Kondorosi évei alatt gyámja és nevelője volt Petőfi Sándor egyetlen fiának, Zoltánnak. Kondoroson érte a korai halál 1880. május 1-én. A helyi általános iskola alsó tagozatának udvarán ma is látható az eredeti síremlék. Egy 5 évvel ezelőtti ötlet válhatott ismét valóságá a Bethlen Gábor alap Határtalanul című programja segítségével. A támogatásnak köszönhetően az iskola 46. 7. osztályos tanulója vehetett részt az utazáson. Ennek keretében kapcsolatot alakítottak ki a Gyergyó Alfalui Általános Iskola hasonlókorú és számú diákságával. A diákok iskolájukat, névadójukat és településüket bemutató prezentációkkal, műsorokkal, táncházzal és egyéb szabadidős programokkal tették színessé az együtt töltött 4 napot. A fehéregyházai ünnepi megemlékezésen a Petőfi fivérek szellemi örökösei találkozhattak. Turi Virág tanuló beszámolója szerint nagyon jó volt tapasztalni, hogy a ma oly divatos virtuális kapcsolatteremtésnél sokkal mélyebb, valós kapcsolatokat lehet kialakítani, melyben a távolság sem lehet akadály.